80-100. Ezt hány éve csinálod? 12. 12 éve? Körülbelül. 12 éve napi szinten 80-100 pizzát lesütsz. Egytől 10-es skálán mennyire utálod a pizzákat? Egyáltalán nem utálom. Tehát, hogyha hazamész, és mondjuk te van egy szabad napod, előfordul, hogy otthon még pizzát sütsz ezek után? Én nem, de a párom az igen. Pizzákról, hogy ez egy teljesen különleges vonal. Mediterrán és közel-keleti étterem vagytok, egy kicsit más nálatok a pizza, mint mondjuk egy olasz pizzériába, és talán pont ezt szeretik a szegediek. Miben különbözik a trója pizza? A mediterrán jellegű étterem vagyunk, vagy mediterrán és közel-keleti étterem vagyunk, ezért csirke és pulykát használunk közkívánatra, illetve a fűszerezésünk egy kicsivel másabb. Aki neked melyik a kedvenced? Hát nekem a kedvencem az nincs az étlapon még. Na, még? Még az egy sajtkrémes alapos csirkemelles kukoricás pizza, esetleg valamilyen fűszerrel meg bolondítva egy picit. És az étlapon lévő cuccok közül mi az, ami a Best of Lajos? Trója harcát szeretik nagyon, ő egy házi jellegű pizza, itt nem is van, vagy nincs is Szegeden hasonló sem. Szerintem a legjobb. Város egyik legjobb pizzája. Igen, illetve van egy néhány olyan pizzánk, ami alapból erős pizza. A szegedi csípős pizza, erős harapon, erős kolbásszal, plusz fokhagymával. Aki szereti az erőset, az... Vagy van erős János pizzánk, ami darált hússal, illetve kolbásszal, szintén erős kolbásszal, erős alapon, jalapenyóval, pirulyahegyes erős paprikával. Aki szereti,